A magyar társadalomnak nagyon kevés lehetősége és felülete van arra, hogy érdemben vélemény nyilvánítson arról, hogy épüljön egy új atomerőmű Magyarországon. Tulajdonképpen ez egy atomenergia ellenes pályázati kiírás, érvek mentén, az nagyon fontos. Közöltünk olyan tényeket, információkat, amiket én a magyar nyilvánosságban nem nagyon láttam. Az, hogy az atomerőműben keletkező radioaktív hulladék megfelelő tárolása sehol a világon nem megoldott, az, hogy nő Oroszországtól való függőségünk, az, hogy mi lesz egy esetleges terrortámadás esetén, ez mind-mind olyan súlyos kérdés, amiről azt gondoljuk, hogy társadalmi szinten kell beszélni. Tudom, hogy ez egy kemény hangvételű társasjáték, amit én terveztem. Az 50-es években nem csak engem vittek volna el érte, hanem a családomat is, de egyelőre úgy tűnik, hogy a mostani hatalom tűri ezt a fajta véleménynyilvánítást. Szerintem a jövőben arra kéne elmozdulni, hogy minél több olyan kezdeményezés legyen, mind lakosság, mind pedig politikai oldalról, ami támogatja azt, hogy minél több vállalkozás és személy átálljon a megújuló erőforrások használatára. Az biztos, hogy az a 100 000 plusz néző, aki kinéz a kiállításra, ezt látni fogja, és remélem, hogy a sok egyéb téma között ez megjegyezhető lesz. Nagyon örülünk neki, hogy több mint 70-en pályáztak a Sugárveszély vagy Tavaszi Szél című felhívásunkra. Menjetek ki a felvonulási térre, és nézzétek meg a nyertes plakátokat!